Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és ez a nap híre, és most is egy kis hírcsokorral készültem, ahogyan mostanában ez már megszokott tőlem, nem csak egy hír van, hanem egy egész hírcsokor egy bizonyos téma körül, amiről úgy érzem, hogy fontos beszélni, és előtte szeretném elmondani újra, hogy nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást. Örülök neki, hogy ilyen parázs vitákat tudok kiváltani egy-egy videóval, mint ahogy ez a hegymászós videó is ilyen volt. Sajnos kénytelen vagyok ilyen kicsit megtévesztő címeket adni, bár ennyerővel akár teljes premierbe is kirakhatnám a témákat, mert ugye a YouTube teljesen mindegy, hogy miről beszélek mostanában, mindenképpen kidob a monetizációból, és pontosan ezért vagyunk nagyon hálásak azoknak, akik támogatnak bennünket, mert így akkor tudunk tovább működni akkor is, hogyha a YouTube teljes egészében úgy dönt, hogy csak arra használja a videóimat, hogy ő a hirdetésein keressen, mert ugye az, hogy én nem kapok rá semmilyen bevételt, az őt nem akadályozza meg abban, hogy ő azért kaszáljon, tehát nem az van, hogy ilyenkor kiveszi belőle a reklámokat, hanem ő nagyon is jól beleteszi a reklámokat, csak az én tartalmamon végül is ő keres. Mindegy, hát az a világ, ez nem egy állatsimogató, ahogy a németek szokták mondani, de ettől függetlenül folytatjuk tovább a munkát, és lehet, hogy tényleg az a stratégia fog beválni, kiírom a rendes tartalmat, amiről szól a videó. Ugye látjuk, most június 1-ével elindult a Pride hónap, mindannyiunk nagy örömére. Az az igazság, hogy kicsit olyan diszonánsnak érzem, hogy anyák napja egy nap, apák napja egy nap, újabban most már az is van, a nőnap egy nap, a Pride hónap, meg ugye az egész hónap. Tehát ezeknek az embereknek, akik igazából a társadalomban olyan túl nagy hozzáadott értéket ebben az értelemben nem képviselnek, mert nyilván emberként mindenki dolgozik, a legnagyobb része pedig, a legnagyobb része mondjuk, tehát alapvetően emberként részt vesznek a társadalomnak az életében, de az a minőségük, hogy valamiféle más szexuális orientációval rendelkeznek, az nem ad hozzá semmit a társadalomhoz, sőt, a jelen helyzetben úgy tűnik, hogy még inkább csak el is vesz. És hát mindenki teljes egészében legnagyobb lendülettel beleveti magát a Pride hónapba. Ugye képek jelentek meg a nagy szivárványról a Diadalív körül, meg nagy Pride felvonulások, meg minden. És ugye pont az jut eszembe, volt egy közönségtalálkozónk a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban, és Földi Rita, a klinikai szakpszichológus, aki a vendégem volt azon a közönségtalálkozón, az elmondta, hogy az ember arra büszke, amit elért. Arra, hogy minek tartja magát, meg hogy milyen a szexuális orientációja, arra igen nehéz büszkének lenni, és főleg akkor, hogyha ezt már én teszem hozzá, hogyha ez egy devianciát jelent lényegében, mert ugye ami nem természetes, az valamilyen módon mégiscsak egy eltérés, valamilyen deformáció, már pedig az, hogyha valaki a saját neméhez, saját neméhez vonzódik, vagy akár azt hiszi, hogy egy másik nemhez tartozik, mint amiben egyébként testileg beleszületett, azok mind mentális problémák az én véleményem szerint. Ugye azt senki se tudta bizonyítani, meg nyilván azt tudták inkább bizonyítani tudományosan, hogy a homoszexualitás az nem egy öröklött és nem is genetikai kérdés, hanem ez egy döntés. Tehát ugye pont amiről a főáramú média nem beszél, volt egy olyan kutatás is, ahol megvizsgáltak több ikerpárt, és érdekes, hogy ugye genetikailag teljesen egyformák, és az egyik az mégsem lett homoszexuális, a másik meg igen. És ugye az a helyzet, hogy nagyon sok mindent rá lehet mondani arra, hogy öröklődik, vagy hogy ez egy betegség. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy mentális probléma, és ezt így is kellene kezelni, de ugye ezt úgy tűnik, hogy ez világszerte a nyugati világban, mert ezt nyilván csak Nyugat-Európa meg Észak-Amerika csinálja, ugye teljes mászélességgel ünnepelni kell. És ugye ehhez jön hozzá, a Resa Today-nek van egy nagyon jó riportja, ami megjelent ezzel kapcsolatosan, hogy az Egyesült Államokban készült egy új felmérés, a Rasmussen Reports csinált az amerikai polgárok között, és a demokraták között is, bele kell azért ezt is érteni, hogy nem csak a republikánusokat kérdezgették, és nagyon úgy tűnik, hogy 71% az amerikai felnőttek közül egyetért azzal a megállapítással, hogy összesen kettő, azaz kettő nem van, női és férfi. 71%.
Na most nekem ez nagyon tetszik, pontosan azért, mert lehet, hogy itt már mi lemondtunk Amerikáról, mert hogy a vezetői azok totálisan kifacsartak minden normálist, és mindent, amit csinálnak, az szinte a józanésznek ellent mond. De azért látszik, hogy az amerikai társadalom azért egyáltalán nem ennyire deformált és korrupt, mint amennyire a vezetői azok. Tehát az egészséges, természetes életmód az nagyon úgy tűnik, hogy mi mindig a nagyobbik felét vonza, vagy a nagyobbik fele tartja magát teljesen ehhez tartozónak az amerikai társadalomnak. És akkor az jön ki ebből, vagy legalábbis a Rasmussen megállapította, hogy a baloldali politikusok azok egyáltalán nincsenek egy vonalban a saját szavazóikkal, mert összesen 14% mondja azt, hogy a jelenlegi szélső baloldali politika az megegyezik az ő véleményével is. Tehát ez az, hogy nem csak két nem van, meg hogy a gyermekeket hormonterápiának kellene kitenni, és hogy pubertáskorban hozzáférhetővé kell tenni a számukra a nem változtató műtéteket. És akkor ugye most az van, az Egyesült Államokban 18 olyan állam létezik, amelyben rendeleteket hoztak ez ellen a transznemű kérdés ellen, tehát lényegében megtiltják a hormonkezelést egy bizonyos életkor alatt, nem teszik lehetővé a nem változtató műtéteket, és lényegében azt állítják, vagy azt jelentik ki, hogy a szülők dolga eldönteni, vagy legalábbis a szülőket mindenképpen bele kell vonni az erről szóló döntésbe, és nem csak az iskolapszichológus meg a tanár az, aki tanácsot adhat a gyereknek ebben a kérdésben, hanem igenis a szülőt tájékoztatni kell róla. Ami szerintem nagyon-nagyon jó. És akkor megjelenik természetesen Karine Jean-Pierre, a fehérházi szóvivő, aki egyébként nem csak az első fekete, vagy hát színes bőrű szóvivő ezen a poszton, hanem ő az első nyíltan homoszexuális ember is, aki erre a posztra bekerült, tehát ugye Karine Jean-Pierre egy korábbi CNN-es bemondó nőnek a partnere, és akkor ugye ketten nevelnek együtt egy kislányt, tehát nem is véletlen, hogy pontosan ő az, akit oda tettek, ráadásul ugye az, hogy ilyen véres szájúan védelmezi ezeket az ideológiákat, ez is abból következik, hogy az ő lelki ismerete is folyamatosan vádolja őt, hogy mit csinál. Én ugye hívő vagyok, én hiszek abban, hogy a Biblia igaz, ezt aki hallgat, azért tudja rólam, bár már régen beszéltem erről a témáról, mert ugye a politikai kérdések azért nem feltétlenül ebből az irányból vannak megközelítve, bár én ezeket is ebből az irányból közelítem meg. De ugye az a véleményem, hogy ez a sok bizonygatás, meg az, hogy megpróbálják letolni a torkunkon ezeket a dolgokat ezek az emberek, mert most értik, hogyha én például, mit tudom, én azt mondom, hogy laposföld hívő vagyok, akkor azokat nem halljuk olyan hangosan, mert a laposföldben hinni, az az ember lelkiismeretét nem terheli meg. Az egy hülyeség ugyan, meg alapvetően teljesen hibás szerintem, de ettől függetlenül azért nem az van, hogy minden egyes platformon megpróbálják velünk elhitetni, hogy már pedig a föld az lapos, hanem van egy ilyen csoport, és akkor azok úgy elélnek a többiek között, anélkül, hogy bármiféle nagyobb hatással lennének a nagy társadalmi többségre. Na most miért van az, hogy a homoszexuálisok, meg a transzneműek, meg ez a betűtészta, ami az összes szodómiát lényegében magába foglalja, hogy ezek miért bizonygatnak mi állandóan, vagy miért próbálnak bennünket folyamatosan arról meggyőzni, hogy mi hagyjuk jóvá azt, ahogy a nők élnek. Hát azért, mert a Biblia szerint az embernek van lelkiismerete, és azokban az ügyekben, amelyek az Isten véleménye szerint bűnnek minősülnek, az embernek, ha működik a lelkiismerete, akkor abban vádolja az embert, mert ugye az Istennek a törvénye a Biblia szerint be van írva a szívünkbe, tehát egy csomó mindent alapból, zsigerből tudunk, hogy jó vagy rossz, mert ugye tudjuk, hogy ez az Isten törvénye szerint jó vagy rossz benne van a szívünkbe. Csak ezt a lelkiismeretet, hogyha az ember állandóan ellent mond ezeknek a dolgoknak, meg ellene dolgozik, akkor el lehet nyomni, meg le lehet folytani, de azért, amikor valami nagyon-nagyon kemény dolog történik, ott mindenki érzi, hogy na, ez nem kellett volna. És ugyanez van itt is, hogy nem tudnak megnyugodni, mert olyan szinten ellenkezik a természetessel az, amit csinálnak, hogy egyszerűen a lelkiismeretük, mert ugye nyilván őket is meg kéne menteni valakinek, tehát
az a helyzet, hogy mi nem utáljuk őket, hanem én inkább sajnálom őket, mert ez egy nyomorúság, hogy az ember a saját nemi identitását képtelen megélni. Tehát nem szeretik magukat, nem szeretik azt, hogy nők, nem szeretik azt, hogy férfiak, hanem próbálnak menekülni ebből az állapotból, ahelyett, hogy örülnének és megélnék annak a jellegét, hogy ők ebbehez a nemhez tartoznak, és kiteljesedne a személyiségük, teljesen abszolút talajt vesztettek, tehát kicsúszik a talaj a talpuk alól. És hát természetes, hogy a lelkiismeretük, ami egy ilyen jelző lámpa, megpróbálja őket figyelmeztetni rá, hogy nem jó, nem jó, nem jó, és persze, mivel állandóan rosszul érzik magukat emiatt, ezért azt hiszik, hogyha az egész világ rámondja, hogy igen, szuper, csináljátok csak, ti vagytok a királyok, ez a vagányság, tök szuper, azt hiszik, hogy akkor majd megnyugszanak, csak ott bukják be, hogy a lelkiismeretük az belül van. Tehát nem mi vádoljuk őket, meg nem mi ítélgetjük őket. Én inkább mondom, csak sajnálom őket, mert ez egy nyomorúság így élni. Annak ellenére, hogy ők azt hiszik, hogy ez mekkora nagy lázadás, meg milyen király dolog. De közben meg nem. Tehát hiába, ha itt az egész világ bólogatna, meg mindenki azt mondaná, hogy mekkora királyok vagytok, őket a lelkiismeretük akkor is vádolná. És akkor mit tudunk ezzel kezdeni? Hát természetesen azt tudjuk kezdeni, hogy szeretettel megpróbáljuk őket abba az irányba fordítani, hogy gondolják át még egyszer. Mert egyébként ez nem jó ám. És akkor, amikor meglátjuk a Glamournak a címlapján azt a valakit, aki ugye ki tudja, hogy milyen valószínűleg nő volt, mert ugye teherbe esett, de most már férfiként azonosítja magát, és akkor le van fényképezve, hogy transz, büszke és terhes, vagy várandós, mondjuk így, akkor ott az ember azonnal elgondolkozik, hogy ezek ilyen kirakat emberek, akik természetesen soha az életben nem kaptak hormonkezelést, mert ugye nem tudott volna teherbe esni, hogyha túltolják nála a tesztoszteront. Mert azért most, aki, szóval megint egy kicsit plasztikus lesz, amit mondok, de ha én elkezdenék borotválkozni, akkor ugyanúgy kierősödne az arcszőrzetem, annak ellenére, hogy nem vagyok tele férfinemi hormonnal, csak a természetes szinten, amit termel a szervezetem, az van a szervezetemben. És hogyha elkezdenék borotválkozni, akkor csak emiatt megerősödne az arcszőrzetem, és akkor, hogyha rövidre vágatnám a hajamat, meg abba hagynám a sminkelést, meg mit tudom én, akkor meg ilyen állandóan komoly pofát vágnék, akkor lehet, hogy egy-két fényképen el lehetne hitetni rólam, hogy én egy ilyen maszkulin nő vagyok, ami ugye annak a jele, hogy inkább férfinak tartom magam, de hát nyilvánvaló, hogy ezt nem fogom megcsinálni, de körülbelül ez látszik ezen az emberen is. És akkor ő a kirakat, hogy lám-lám, ő is transz, és ő is gyereket tud vállalni, és akkor megtévesztik a fiatalokat, hogy te is megteheted ezt, csak hát ez egy hazugság. Mert hogyha elkezdik a hormonkezelést, meg levetetik a mellét, tehát egy csomó olyan folyamat megáll a szervezetébe, ami ahhoz kell, hogy nemzőképessé válhasson a megfelelő időben. Tehát az, hogy valaki menstruál, az csak egy dolog. De ahhoz, hogy egy gyerek egészségesen ki tudjon fejlődni a szervezetében, ahhoz egy csomó más dologra is szükség van. Szóval borzasztó, hogy milyen gonoszság ez. És akkor Karine Jean-Pierre, ahogy az előbb elkezdtem, természetesen annyit mond erre az egészre, hogy az amerikai társadalom több mint kétharmada nem támogatja ezt a nagy genderizmust, csak ugye be vannak félemlítve, és nem szólnak egy szót se. Bár azért a Target meg a Bud Light az megmutatta most, hogy igenis szólnak, és hogyha úgy alakul, akkor azért ott elég durva bojkott lesz. De ő azt mondja, hogy ő beszélt egy csomó szülővel, akinek transz gyereke van, és akik ezekben az államokban élnek, akik lépéseket tettek a gyermekek manipulációja ellen ebben a kérdésben, és hogy ugye féltik a gyerekek életét, és el kell költözzenek ezekből az államokból. Az a helyzet, hogy ez is egy ilyen totális túlzás. Mert az, hogy a gyerek nem operáltathatja át magát abban az életkorban, amikor még nem tudja eldönteni, hogy mit akar csinálni, az szerintem egy teljesen normális, abszolút észszerű lépés, hogy amikor majd ő döntést képes hozni erről a kérdésről, majd akkor dönts el, és ne valaki helyette. Mert utána, tehát mindenki a saját életének a kovácsa, de hogyha azért lehet látni a kényszerpályákat a gyerekek életében, amikor a szülők valamilyen irányba elviszik. És hát sajnos, ugye itt nagyon nagy felelősség van, mert hogyha a gyerek utána rájön, hogy ő mégiscsak családot szeretne, és nem lehet,
mert túl van tolva a tesztoszteron, meg levették a mellét, ami teljesen egészséges volt, akkor utána mi van? Hát utána már csak a sírás van. De onnantól nem lehet visszacsinálni. És mit csináltak? Tönkretettek egy ideológia nevében egy emberi életet, meg egy generációt, aki ugye ennek áldozatul esik. De ezt nem szabad megengedni. Szóval Pride hónap ide vagy oda, szerintem igenis fel kell szólalni ez ellen, mert ez egy deviancia, ezt nem lehet támogatni, és inkább legyen anyák hónapja, vagy apák hónapja azoknak az embereknek a tisztelete, akik családot alapítanak, akik szeretik a nemzetüket, és nem csak az egoizmussal foglalkoznak, hanem gyereket vállalnak, családokat nevelnek, és ennek megfelelően élik az életüket, mert szerintem ezek a hétköznapi hősök, akik igyekeznek a legjobban nevelni a gyereküket, akik vállalják a gyereket, eleve ott kezdődik, és nem csak 3 kutyát, meg 5 macskát, mert azokkal nincs annyi probléma. Szóval ez egy, szerintem lassan már ilyen szabadságharc kezd lenni, hogy az ember igenis a nagy mocsok áradat ellenére, meg a genderizmussal szemben inkább vállalja azt a gyereket, és szüljön minél többet, és nevelje fel őket abszolút a természetes életmódnak a szellemiségében, hogy utána ők is vállaljanak gyereket, mert ez fogja garantálni, hogy fennmaradjon az emberiség. Arról már nem beszélek, hogy ezek a drága emberek, Karine Jean-Pierre, Joe Biden és a többiek, a kis davoszi üdvöskék, szeretnék, hogy csak 440 millióan legyünk a 10 milliárd helyett. Hát sajnos ez valószínűleg ebben az évben, vagy ebben az időszakban nem fog összejönni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon jó hétvégéjük, vigyázzanak magukra, és akkor hétfőn találkozunk a viszonthallásra.